A Vajdasági Képviselőház a 2013-ra vonatkozó köztársasági költségvetésre tett módosító javaslatról tárgyalt. A szerbiai képviselőházban Pásztor István a tartományi parlament elnöke fogja ismertetni és megvédeni a Vajdaság pénzelésére tett módosításokat. Én azt gondolom, hogy ezzel a három módosító indítvánnyal, amit a Vajdasági Parlament megfogalmaz ma a 2013-as évi költségvetés tekintetében, azt tudjuk elérni, hogy az az alkotmányos garancia, amelyik a 7%-ról szól és a 7% struktúrájáról szól, az meg tudna valósulni. Amennyiben ezeket a módosító indítványokat a parlament nem fogadja el, akkor már most szeretném jelezni, hogy a 2013-as évi költségvetés mintegy 10 milliárd dinárral fog újra megrövidíteni bennünket. A módosítással ugyanis azt írni kell, hogy a tartományból a köztársasági büdzsébe befolyó pótadó összegének a 43%-át különítsék el Vajdaság részére. A Demokrata Párt tartományi képviselői a módosítás mellett álltak ki. Ezáltal valóban meg tudja valósítani, hogy a 7%-nak, tehát 3/1 része a nagy beruházásokra legyen fordítva, ezáltal folytatódni tudjanak az építkezések Vajdaság egész területén. A Szerb Haladó Párt nem támogatja a módosítást, mert szerintük hosszú távon nem oldható meg így a Vajdaság pénzelése. Inkább a hatásköri törvény alkotmányosságát kellene rendezni. Igor Mirovics megjegyezte, hogy Vajdaságot csak a pénz érdekli, a felelősség viszont kevésbé. A Szerbiai Demokrata Párt nem szavaz igennel a szóban forgó indítványra. A mai ülés valójában az amatőr hozzáállást igazolja. Egyedi példa, hogy a tartományi vezetőséget november közepén lepte meg a büdzsé kérdése, ugyanis a képviselőket tegnap délután 4 órakor értesítették SMS-ben és elektronikus levélben. A költségvetést legalább 6 hónapig készítik. Pásztor István a tartományi képviselőház elnöke értesíti majd a köztársasági parlament valamennyi vajdasági képviselőjét a tartományi képviselőház mai határozatáról. Levélben kéri fel őket, hogy párthovatartozásuktól függetlenül vegyék figyelembe a vajdasági módosító javaslatokat.